Nos, hát szervusztok, sziasztok, szeretettel üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Letzivalap! És tárja mellé még egy csepp, ami kurva jó vervelmel! Ja, Zixpad, ugyanaz a két csepp technika, illetve csak különböző mana efficiency-n. És különböző Nexus baszodalommal, de ja, igen. De mindkettőhöz lenn már kell. Mind a kettőhöz lenn már kell, így van, tárja kiegészült igazából Zixel, ha hát, hogy nem kiegészült, csak nagyon jó vele. Aha, így együtt így faszák, ja. Na de nézzük is meg, hogy miért. Kezdjük Zixel, ő az olcsóbbik része a dolognak. Zix egy három manába kerülő 3-as 4-es testtel rendelkező, alapból ez egy nagyon jó statnak hangzó dolog, ez alapból. Azon kívül pedig, hogyha atakolsz vele, akkor egyet üt a blokkerére, tehát ami védekezik ellene, illetve a Nexusra is. Így van, fixen. Annyit kell tudni, hogy ha kisztánolják vagy megölik attak közben, akkor akár csak táliának a spellje, eltűnik a spell. Így van, ez ugyanúgy érvényes rá. Viszont ha minimorfa alakítják, nem. But why? Don't know, but nem. Okay. Ezt néztem én is. Jó. Nem tudom, mert lehet, hogy a unit a kót marad, vagy... Szerintem bágos volt, de jó. Mindegy, lehet, hogy már lehet, hogy ez azóta pecsen, fogalmam. Csak azért, mert az egy pont jó effekt lenne arra, hogy ezt kihasználd, és amúgy annyira nem éri meg Zixra azon kívül. Ha csak nem megmented vele a Nexusod. Ja, de viszont, ha látott 4 darab Allied Landmarkot countdownját, tehát ha a countdown lejárt, vagy pedig elpusztult 4 darab, elpusztítottál, vagy elpusztult 4 darab Landmarkod, akkor Zix level up-ol. Során, akkor level up-ol, így van. És onnantól pedig 2-t üt a saját blokkerére, illetve 2-t üt az enemy Nexusra, illetve akkor is üt már 2-t az enemy Nexusra, ha egy már megint csak elpusztul a játék során. Pontosan. Brok. Brok. Így van. Ez. És innentől, most hogy láttátok, hogy level up-ol, ebben a deckben elég fast level up-ja van Six-nek, azt azért meg kell hagyni. Akad egy pár landmark, igen. Igen, tehát itt elég fast level up-ja van, ez az egyik fele, a másik fele pedig, hogy innentől már tudjuk, hogy miért jó az overwhelm hozzá. Így van. Hüssz, ugye kiüti előle a védőintot, vagy legalábbis meggyengíti, úgyhogy nagyobbat üt. Így van, plusz a Nexusra is üt. Tehát ez alapból ha a hárádat rá tudod játszani, ez mennyit ad? 2-2 overwhelm? 2-2 overwhelm, 6-os a unit, 2-t üt. Ha egy 6-os unit védi, akkor 2-t átüt, 2-t rá üt, akkor is, ha egy 6 HP-s unit védi le, akkor is 4-et ver a Nexusra. Így van, plusz megöli, ami előtte van. Így van. Úgyhogy ja, Zix az ezen a téren király. Na, de haladjunk is tovább. Tália. Ő az, amit kicsit kevésbé kell bemutatni. Amikor lerakod, akkor lekopizik egy landmarkot 5 manáért 3-as 5-ös statta. Ezen kívül pedig, hogyha 5 darab landmarkot kijátszottam már a játék során, akkor level up-ol, onnantól pedig megcsinálja ezt a broken szart, ami annyit tesz, hogy azt a unitot vagy a Nexust, amit ő blokkolja, azt 2-vel megsebzi 3-szor, tehát 3 darab ilyen spellt húz ki. Megint csak, mint ahogy Zixnél is elmondtuk, overwhelm nagyon jó elléne, ugyanis ez a 6 damage, az, ha egy 6-os HP unit védekezik, azt megöli magával, bevág 4-et a Nexusba, és még ugye ott van az összes többi buff, amit rárakunk. És megint csak mágusszal lesz felpattintva. 6-8-ra. 6-8-ra megy föl, tehát kb. Fix 6 Nexus damage. Aztán még ott van Zix, meg az összes többi lapod. 12-t üt ez a lap úgy magába, és 8 HP-ja van. Így van, ha megvan a magus. De ha ez a két vadállat nem lenne elég overwhelmmel, akkor itt van a harmadik vadállat. Az Arzenál. Az Arzenál, amivel szerintem mindenki találkozott már az új kieg előtt, mert egy ideig nagyon sokat pörgött. Igen, és konkrétan van egy Zix Serad deckünk, ami azért nem kerül ki, mert mostanra már elavult, az Arzenál idején, amikor megcsináltuk, meg még bagos volt. Igen. Úgyhogy konkrétan nem tudom, hogy most kirakhatnánk, de nem kerül ki, így van. Aki annyit tesz, hogy egy 8 manás lap, 8-6-os stattal, és minden egyes elpusztult landmarkére, amit a játék során kijátszottál, kap valamilyen random keywordot. Ja. Bármi, elusive, scout, spell shield, baszodalom, baszodalom, lifesteal, baszodalom, minden baszodalom, impact, végtelenszer. Baszodalom. Igen. Komplett kivégző lap. Na. Így van. Amúgy tényleg. Önmagában, egy execution. Önmagában egy komplett kivégző lap, belőle kettő van a deckben, picit drága, ő epic lap is 8 mana, úgyhogy ő elég drága azért, de ettől függetlenül egy királylap. És akkor nézzük meg még a máguszt. Így van, ami egy fontos lap, ugye egy elég kulcs lap az egész deckben. Herald of the Magus 5 manába kerül, 4-4-es statta rendelkezik, nem is ez a lényeg. Ha leszemvonalod, és már azelőtt elpusztítottál a játék során 4 darab landmarkot a sajátjaid közül, akkor minden egyes championnak mindenhol overwhelmet és 2-2-t kap. Ezt a lapot már láthattátok a Howling Abyssos deckünknél, hisz ott ugye a Howling Abyss, ahogy csinálja, mindegyik megkapja ugyanezt a bónuszt, itt meg ugye az overwhelm az egy elég fontos dolog Táliára és Zixre, ahogy mondtuk, teljes mértékben. Brók és király. Király, nagyon jó, és nagyon élvezetes megcsinálni a kombót vele. Igen, igen, ha a tália megvan, az teljes mértékben király. Van egy-két lap, amit még gyorsan kiemelnék, egyszer Desert Naturalist nagyon jó nekünk a deckbe a Grumpy Rockbeer-rel.
Ugyanis ugye ez plusz 11 Lennarkot, kettő pedig most már annyi Bundle Tree decket nem látunk, de ettől függetlenül amikor viszont... Amikor bekerült, nagyon sok volt. Viszont igen, nagyon sok volt. Amin gondolkozom, hogy nincs benne, és lehet, hogy belemehetne akár a Wastewalker helyére, mert te úgy igen, mondod, hogy ezt kiszednéd belére. És emellé viszont nagyon jó, meg van egy jó chunky blokkoló lapod, és akkor itt ennyit a most... A szarkofágos, a Devoted... Így van, Devoted Council. Ez nincs benne? Nincs. Az Endless Devout, és... Jó. Akkor... Nekem ez egy teljesen megérő csere. Én lehet, sokkal hogy még ebben egyet kiveszek, mert most már nincs annyi Bundle Tree, és akkor... Kell ebből három? Kell. Jó. Úgy. És akkor három darab Endless Devout. Na, akkor ennyit láttatok, hogy alakítottunk a decken. Szerintem ez semennyi változás nem okozott. Kozban? Nem, várjál, ugyanannyiba kerül a... Hát ez rare, az biztos. Ez rare, a Devout pedig szintén rare. Jó, akkor manakozban semmi nem változott. Maximum a waste kenyó miatt, de whatever, 100 shardról beszélünk. Nem vate. Az meg common. Akkor 200-zal lett most így drága, 200 sárga. Majd ezt hozzáadjuk. Így van. Ezt majd észben tartjuk. Na, ezen kívül, ami hozzásegít minket hozzá, ugye Rockhopper, illetve az Unraveled Earth, mind a kettő nagyon fontos, csinál neked Lennarkot. Ez a két lap összesen, amiből 5 darab van a deckben, ez csinál neked 6-8 darab Lennarkot. Így van. Ez a Roiling Sands. Roiling Sands. Roiling Sands-et csinál neked, így van. Ami azért jó, mert ugye amikor az ellenfelet kijátszik egy lapot, akkor egy elpusztul egy Lennarkot, kettő pedig az sebezhetőt kap az a lap. Megint csak az, hogy ha van két overwhelm, ilyen baszó csempel, az, hogy eldöntött, hogy mi védekezik előtte, az fáj. Hát igen, full engine. Ez a két lap, ráadásul az egyik húz, a másik meg egy hármas egyes. Sőt, tudod mit? Legyen így. Meggyőztél. Meggyőztelek, jó. Meggyőztél. És akkor elfogadtuk a javaslatát. Így már csak 100-szal drágább. Bizony. Kihozzuk nullára. Inventív kemészt az új lapok közül szerintem teljesen király ide. Így van, ez meg ugye a Poppy Zigzagben található. Igen, így van. Ez 2-es, 1-es, 1-manás lap, ami csinál neked egy 3-as Candle-nál rendelkező landmarkot, ami, hogyha elpusztul, üt egyet a Nexusra. Ez teljesen jó, ez a landmark arra, hogy elpusztíts te magad. Aha, de ha nem, akkor is, ha lejár egy damage a Nexusra, az mindig jó. Belekerült egyesen, akár egy Grumpy Rockbeer-rel, akármivel el tudod pusztítani, teljes mértékben király tud mellé lenni. Ugye countdown-os landmarkok azok elférnek benne, tehát az Ancient Preparation nagyon jó, mert prediktel egyes dob, meg tudod nézni, hogy mit fogsz kapni, kiválaszthatod, Preservarium ki is tudja húzni, ha későbbiekben játszod ezt, illetve amikor lejár, ugye disztrojolódik egy landmarkot, és húzol még egy lapot, és az Ancient Hourglass szerette volna Viktor bemutatni, hogy rúdul közbevágtam. Ancient Hourglass, ja igen, ez igazából csak azt mondom, hogy ez Thalia mellé szerintem egy teljesen jó védőlap, ugyanis meg el tudod tüntetni egy lapodat, az megint csak amúgy 4-re tudja föltornázni ennek az abilitét, mert ez summonon történik, de akár csak ha van még egy Ziggs a kezedbe, Thaliával leduplázod, amikor átalakítod, mert meg akarja ölni az ellenfeled, nagyon sokféleképpen játszható, használ ható és tök király, mert amúgy meg az engine-et is segíti, mert a Lennark a következő körben lejár, visszajön a unitra és megint csak triggerel valamit. És olcsó, két mana fast, így van. Ezen kívül pedig mi az, amit még érdemes mutatni? Unleashed Energy. Unleashed Energy. Ezt azért nagyon kiemelném, az Unleashed Energy-t, a Explosive Mindfield-et. Ez a két lap együtt iszonyatosan király, mégpedig egy overwhelm-ek a lapjai. Tehát a legerősebb lapot fogja kisztánolni az ellenfelettől ez a landmark, amikor elpusztul. Mindemellett burstben tudsz stunnolni vele, és ha landmarkot pusztítasz el a stun során, illetve amikor kijátszod ennek az Unleashed Energy-nek az ability-t, akkor plusz 4-et tudsz tolni még akár bármelyik overwhelm lapot sebzésére, vagy megvédeni 2 plusz HP-t akár. Ez a lap teljes mértékben broken, ha landmark deckhez van használva. Igen. Eszméletlenül erős. És nem kell csak a stunt, bármilyen más landmarkot elpusztíthatsz vele. Rettenetesen erős. Game winning lehet ez a 3-manás burst lap. Igen, így van. Főleg, mondom, ha van egy explosive mindfield, ami szerintem teljesen pláne. Broke, akkor meg pláne. A Rite of the Arcane pedig az abszolút kontroll ide. Egy, szintén megint enginehez jó, pusztítja a landmarkodat, kettő pedig 4-et üt bármire. Így a Nexuson kívül. Ez csak unitra. 3 manáért, és ne felejtsük el, hogy nem muszáj landmarkot disztrojolni, használtunk mana gemet is, ami lane game-ben lehet, hogy még jobb is, ha már kifogytunk a landmarkokból. Így van, csak hogy ne legyen teljesen hasztalan, ha nincs landmarkod amúgy. Úgyhogy ezen meg szerintem így összefoglaltunk mindent, amit kellett belőle. Igen, nézzük meg, mennyibe kerül így 100-zal drágábban, mint amit látni fogunk. Így van, azt mondja, hogy 26.500-ba kerül egészen pontosan. Mert drágább. Ja, mert drágább, nem. Szép volt. Még rád is szóltam, hogy figyelj oda. Nem száll. Jó, szóval 26.700-ba kerül a deck. Igazából egy ilyen középkategóriás, mégis én egy picit drágálom abból a szempontból, hogy ugyancsak 2 darab epic lapunk van benne, ugye a Magus, nem a, bocsánat, az Arzenál, meg a Csempek, viszont ez mind a 6 lap kell bele, bocsánat, 9. Én a Magusban csak 2 van. 6 Csemp, meg 2 Magus.
Így van. Ez a 8 lap, ez mindenképpen kell bele, ezeket nem lehet kicserélni, és ugye ez teszi ki technikailag a legdrágább részét. Így van. Mondjuk Arzenált sem cserélném benne ki semmi pénzért szerintem. Ja, mondjuk igen, az Arzenál is egy elég fontos része. Mert amúgy furcsa, mert amúgy összesen van 6 LED márka deckben alapból, emellé tudsz még csinálni 8-at, plusz még ezzel 2-t, úgyhogy várjál, mennyit 8-at? Igen, ez 6, plusz abból 3 van most már akkor 9-et, 15, 16, 17 darab lennárkot tudsz csinálni, ja Inventive Chemistből. Akkor 20-at, összesen 20 darab lennárkot tudsz leidézni. 20 darab lennárk az nem kevés. Nem, egyáltalán nem. Ez kint 20... van az oldalon, hogy hány darab keyword van, mert ott fel van sorol az összes, de most meg nem mondom neked. Van 20 keyword szerintem. Annyi biztos van, csak hogy úgy... Mert ugye, hogyha az tehát van egy olyan pont, ahol impactet bárhányszor kaphat. És hiába van olyan, ami még nincs rajta, ha megint impactet kap, akkor ott azért egy 4-es, 6-os impactes... Nekem volt már, volt már 12-es impactes arzenálom. Egy-kettő pedig volt olyan arzenálom, aminek majdnem 3 unitot foglalt el a szövege. A cucca, úgyhogy igen. Úgyhogy nézzük meg, hogy működik. Meg nézzük meg, hogy milyen az élőmeccsek során. Now this game's heating up. Minden megvan. Szuper. Minden a legnagyobb rendben. Minden a pedantéria. Így van. Még ha nagyon akartok amúgy, ha azt mondom, hogy bármilyen más napot beleillik-e még esetleg, egy Ziggs kimehet egy action-ra, de az Overman miatt jobb a Ziggs szerintem. Szerintem nincs szükség rá. Ebbe az engine-ben nem kell actionnak a landmarkja. Értem, hogy elpusztul, meg de nincs benne target spelled annyi. Plusz egy landmark igazából. Na, kedvenc agrót. Ez kedvenc nem agró, az inkább faszok úr, de... Midrange, tök mindegy. Aha, igen, egy Unrebuilder számát, többi ez teljesen jó. Megnézem, hogy rak-e lapot, ha nem, ezt lesorakom még. Bár mondjuk, de... Ezt mindenképp rak le. Mert nem, még nem rakom le, mert ha nem rakom most lapot, okay, akkor lehet még Gangbang cucca. Parlyra gondolsz? Aha. Jó. Ez meg most így is úgy is beüt, úgyhogy én szerintem kihúzom ezt. Legyen így. Szerintem ez így teljes mértékben rendben van. Ez kellemetlen, de... Problémás. A kutya meg megőrült az udvaron. Teljes mértékben, csak megjött az asszony. Most egy manás lapot, egy HP-s lapot konkrétan nem rakhat le, mert Ziggs instant megöli. Aha. Akkor passz. Szerintem passzol. Itt nekünk nem kell gyorsan támadnunk, itt nekünk építkeznünk kell. Ja, az Unrebuilder az meg instant triggeri a Hidden Pathways. Igen. Just saying, ilyen mellékes fun fact. Egyébként igen. Mert ugye kreált lap megszámít. Ja. És én azt már mondjuk van még manája. De megpróbáltod. A krikátokat mindenképpen elveszti. Bár neki milyen van, ami fázba meg tudja ölni? Még itt Reinnel meg tudja esetleg ölni? Akkor ki kell játszania. Végül is. Én azt mondom azért, hogy a TF-ér az most megéri. Gangplankre semmi rossz, ha az overvel megtudik róla, de így jobb. Talán. Na, ezt most ki kellett játszania. Ez a Nexusra ment. És most... És szerintem lemehet még egy ilyen. Aha. Would you look at this place? Érdekes. És most akár még kontrollom is van amúgy. Azon gondolkodtam, hogyha lerak egy Gangplanket vagy valamit. Nagyszerű. Legjobb. És TF-je halott is. Hát, az a baj, akkor meghal a mi champions is. Miért? Az Volnuréből megölt egy nyugodtan a 3-1-essel is. Mik ez igaz? Miért kéne Ziggs-el megölnöd? Mondok hozzá meg. Ez igaz. Viszont ha most a támad, lehet, hogy ezt levédem. Levédheted. Azért jó rakni egy lapot, mert az... Lévő lapot? Így már nem hal meg előtte. Na és most... Most endless devote. Igen. Most OFC endless devote. És én most elburnölnék egy manát és megölném az egyiket. Méghozzá a 3-2-est, mert az megöli a lapjait és amúgy meg nem tud mit csinálni. Nem, a 3-2-est. Mert az egyetlen, ami megöli a lapjait, ha védekezel. Nincs. És most nem támadhat.
Hát támadhat, mert valószínűleg van spellje. Milyen spellje van egy manára? Nem tudom, de biztos van valamilyen. Azt akartam mondani, hogy ez nagyon jó lenne. Most nem robbantja fel azt a kell, hát felrobbantja, hát persze. Figyelj, még egy izé. Mi? Az a Nexus 4-et ütő szar. Ja, az? Amúgy ez hihetetlen. Tényleg mind a kettőt. Igen. Hát meg tudunk húzni végtelen mennyiségű lapot. De jó lett volna az előbb nálunk van. Ó, hát persze. Azt pofán is stunnolhatod. Az annyira nem baj igazából. Mi, hogy megöli minden lapot? Ja, minden lapot, mert van izéje. Tényleg. Rip. És még ott van a Poison Dart-ja. Ezt kiszoptad. Egészséges ez a deck! Azt kell mondjam, hogy ez is elég okosan össze van rakva amúgy. Igen? Igen. Érdekes, mert a Gangplank szecskára meg nem ezt mondod. Mert az retardált azért. Miért retardált? Arra játszik, hogy minden körbe tudj plunderözni. Hogy utána 5-6-on nyerhess a két Broken Champ-et. De ez mitől van okosabban összerakva? Nem tudom, nekem ez sokkal szimplibb ez a deck, mint az. Ez nem kell, ez sem kell, és ezen kívül jók vagyunk. Ez nagyon, ez Sion ellen geci király. Igen. Ez így van. És úgy, hogy mivel ez nem countdown-os, így bármikor kijátszhatod. Aha. Főleg, ha nálad van a Unleashed Energy. Vagy a Rite of Arcane. Hát, az a Rite of Arcane, igen, igen, csak ahhoz legtetőbb, azt mondom, hogy ha lerakja a csempet konkrétan, meg tudom csinálni azt, hogy megölöm, ja, megölöm. Ne, ott van mindkettő, úgyhogy semmi bánik. Meg tudom csinálni azt, hogy megölöm egy lapját, igen. És utána mellé még kisztánolok egyet. Igen, igen. Hát ugye ezért volt jó a szerátos verzió, mert az meg ott akkor még el is kezdett pusztítani. Meg akkor még megölt egyet. Nyilván van, hogy ez nulla mana. Védekezzen egy elúzív lappal ellen, hát most szuper. Legjobb. Nulla vanás lapokat, azokat nagyon át kéne gondolni a Riotnak, mert ez nem normális megint. A Plundernél meg a Discardnál sem normális ez a két nullás lap. Szerintem ez most nekünk még nem veszélyes. Azt mondtam, hogy egy kettőt még beengedhet szerintem. Nem lehet Zix majd. Vagy a izé. Lehet a divót most tényleg. Kövi körben egyből van Zix majd jobb lesz, ha már... Igen. Ja. Most egyetlen. Baha? Még azt most berakhatja, most azzal kidobhat egy lapot, de azt nem bánom, ha kibassza másik előzik lapot. Megölheti nyugodtan. Igen, 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 megölheti. Virtuális szikra. Virtuális spark, nice. Virtuális kurva anyád. Mi? Bocsánat. Nem ide. Másik chat, már megint. Odafigyeltném már, hogy hova írsz. Uff. Mi? Let's do this. Ja, csináljuk Draven, nyomjuk neki! Jó lesz az. Szomorú bizony. Rohadjál. Szerintem mehet egy instantok, mert nekem ezt le kell rakni a következő körül még egyszer, innen nagyon örülök. Igen. És lehet, hogy a Stannos Lennából én csinálok még egyet. Teljes mértékben valid. De actually csinálsz abból is még egy. Persze, hát így biztos, hogy abból csinálok. Még mindig tudok burst-be stunnolni ebbe a körbe, amúgy. Igen. Így fennáll. Vagy most azt nyugodtan megölheted a izével. Az egyik olyan szutyokkal, szarkofággal.
nyugodtan legyen csak vele tele a kez, az minden körben négy manát ki kell rájátszani, az teljesen valid. Igen, mondjuk ez igen, igaz. Meg tudná ölni most ezzel. Aha. Teljesen jól áll vele. Jó, így. Még meg tudod védeni, ha rak rá bármiden. Vagy ezt túl akartad, hogy élje? Nem feltétlen. Úgyis csak ő védi le akkor a 4-3-mal utána. Hát egyelőre ennyi. Ú, de éreztem, hogy nem szabad kijátszani Zix-et. És most egy kurva jó atak lesz ott. Kéne egy egyes stun landmark, csak hogy nem tárja. Ez csinál egy landmarkot. Mert akkor megvan a mag... Jövőre, mert Magushoz el kell pusztuljon egy landmark. De a level up-ja van meg. Nem tudom. Ja, végül is ja. Meg az Infinity Z lappörgetés sem normális szerintem amúgy ebbe a deckbe. A gombás paklink ellen milyen jó. A két intimó ellen. Mi? Ez. Az ő deckje. Ja. Azon gondolkozom, hogy lehet, hogy ki hogy kéne játszani a mert, vagy leakom Zix-et. Ki játszhatsz egy landmarkot. És akkor eldöntheti, hogy... Azért... Az így többféle landmarkot készíthet, ami jó. Még most játszott ki. De nem csinált olyat, ami jó. A Reaper's Bay konkrétan megszabad minket, sőt a Noxus Arena és a Vaults of Helia is szar. Bár mi a legdrágább lapunk? Ez. 8-as arzenál, de nincs 7-esünk meg 6-osunk. Nincs. Akkor Thalia 5 mana, úgyhogy lerakhatod a Vaults of Heliát, mert nem fog megölni semmit. Csak kurva drága igazából. Mind a kettő drága, de így meg elpusztítja ez de a lapunk azt, de egymást sztrájkolják. Várjál, your strongest ally, the weakest enemy strikes each other. Hát ez jó, marad le azt. Raglom a szarját. Bár még, actually nem kell még leraknod, csak ha level up-oltatni akarjuk Thaliát. De csináld már az animációt, baszd meg! Hát mi a fasz tart ezen ennyi ideig? Baszd meg, hát egy éve játszott azt a kurva animációt, baszd meg! Jézus Isten! Ja. Ezen még csak 3 keyword van. Hát, még csak 3 izénk pusztult el. Passzolt, hála az égnek! Persze, passzolt, nem volt már. Ja, azt hittem, hogy az ő atak köre van most. Ó, hát akkor még így, akkor így ez teljesen valid. Jó, Sio. Nem kaptunk semmilyen lent megbusztolt, mi? Nem. Se húzás? Hát van húzásunk, hát ha kihúzunk egy Unleashed Energy-t, az nagyon jó lenne. Nem. Kurvára nem. Hát ezt a 10-et ezt be kell engedned. Mennyi? Az úgy 13-4 életed marad, lehet fel... Hát nem engedheted be sajnos. Nagyon szarul jöttek ki a lapok. Igen! Nagyon ez... nem kaptunk landmarkot. Se Unrebuilders nincs nálunk. Driven meghal legalább. Mert... Ja? Ja, de jó is igen. Akkor az hal meg. Lerakhatod, level up-tól. Mondjuk actually, ha most kapunk egy Unleashed Energy-t, ha kapnánk most egy Unleashed Energy-t, akkor megvagyunk. Igen. De nem, mert nem tudom behúzni, bazd meg, mert meg fogja ölni a Noxai Arena miatt. Scout elusív. Ennyi! Scout elusív! Ennyi! Csak tudni, hogy le... Bármi már kidobott 2 izét. Kijátszott már 2 porót. Király? Hát az ott akár, hogy nézem, az ott scout elúzív. Nem hiszem el, vágod! Nem hiszem el! Én ezt nem hiszem el! Na az, ha valami top deck volt!
Egyszer én is lehetek szerencsés. Oh, hát ez... Na, mit van? Hát ezt a kutyát nem érdekli. Bár úgy néz ki, hogy nem tud valamit csinálni. Vágod, mit van? Jó. Örömmel látom, hogy sikerült megölned a unit. És azt is érted, hogy pont meg tudod tölni két unitot, és ha csak egy unitunk van lent, igen, akkor ezt töli meg? Noxian Arena, easy win. Hát nem azt nyerte meg, sőt, a szopatott minket még ráadásul. Ez most mindegy. Nyertél vele, nem? Én nem hiszem el, hogy rátoddekeltünk egy scout elhúzívon. Három keyword van, kettő ez volt. Mondjuk, ha live stream kapott valamik, az is jó. Hát jó. Most beszéltük, hogy több mint 20 keyword van. Ha jó, és, hát... és kellett kettő. Na. Kellett az elúzni Nesze hozzá. Itt ez a... Ja nem, ez bundle tree. Ez bundle tree. Ez a... Ez. Az ellenünk pont jó. Akkor ezt akartam mondani. Desert, natural is win. Na. Az Unrewilders maradjon. Az Unrewilders mindenképp marad. Ennyi. Ez így jó. Nem kellett még a csempek. Szerintem legalábbis. Ne, még Desert natural is se kellett volna. Főleg, hogy csak kettő van a deckben már, mert kivettem belőle egyet. Na mindegy. Nem emlékszem, hogy ő mennyire agró. Annyira nem, mint a többi, de az. Na, ennél agrobb. De ja, de ezen naturalisztot lerakjuk, amikor lerakja a bandot, és amúgy akkor nem veszélyes. Mert legyen lesz divót szerintem. Szerintem is. Elhúz divót, úgy tudod levédeni, húz be is old meg. Beüt még a... Majd beüt is a magyukra. Következő körre van izén. Igen. Meg ez azért durva, mert ez így 3 unit. Amúgy. Igen. Igen. 6 pusztítóra az ott 3 unit 4 manáért. Rakj le egy poppit. Poppi. Nincs lapunk. Poppi. Hát figyelj, én szerintem azt mondom, hogy a mayort is megéri megölni. Aha, igen, igen, erre gondoltam én is. Főleg, hogy kapunk unitot is érte. Meg így nem nulla van a köcsög izéje, retardált bagja. Igen. Ezt lehet ütni az egyesekkel. Vagy azzal is akár. Én azt tőlem meg szerintem, így is persze. Izé van nála, persze. Mi a faszom az flokk. A flokk meg a flokk is, az így is mindegy, az meg amúgy is. Izé, az így jó lesz. Flokkold le. Nincs flokk, király. Nem lehetett kövi ebből, igen. Szerintem nyugodtan. Nyugodtan legyen kontrollolva, hogy mi elé mit rakom majd be. És a pókiszt is, ez király, az 5 pofon. Várhat még vele. Várhat. Érdekes. Eddig felettébb. Akkor megölöm két lapján. Ja. Mondjuk, akkor azt ne húzd be! A kettő, a fírszemelés semmiképp sem húzd be, akkor a 3-2-es tölöd meg, ha már így is húzd belehalsz. Akkor rakja be önszántából meghalni ezt a lapot. Ha most ez az elképzelésünk. Utálom, hogy ebben mennyi rohadt unit van ebben a deckben. Ez olyan, mint a Mizoé Popi deck. Szarjak össze-vissza magából a deckeket. Abba ugyanezt csinálom én is. Ja, az is gusztustalan. Hányon lehet a bundle tree-je? 3-4 maximum. Nem játszott meg sokféle unitot. Ioniért játszott ki Feljordot, Bundle Woodot. Igen, Ioniért mondtam. És ennyi. Shurimát. Ez egy jó drop. You dropped something. I dropped everything. Kidobott egy desert naturalistokba, az mi? Suns beneath me, and winds behind me. Proud and loud. Little booms are just as good as big ones. Lemelt pont kifér.
Az Espelmanára nincs szükségünk. Hagyj menjen a Countdown. Rezervárium. Igen. Most nem jön még egy... Azt tudod mi lesz. Poppy. Most kóvel kéne húznunk egy Stannos landmarkot. Nem hiszem el, hogy csinált Gezi egy Targos Blessinget. Ez itt letartanám. Az kövi körbe megy ki. Az most akkor nem lehet. Poppy! Jó, 12-11-es Poppy. Még szerencse. Tudom mit, nem kezdj is elpusztítani. Öld meg az egyik izédet, counteroland landmarkodat, és öld meg a nagyobb tere, vagy az elúzívot. Mert ezt nem tudod levédeni sehogy. A többi meg... whatever. Hogy fogjuk ezt a 12-11-es Poppyt megölni? Nehezen! Bár mondjuk fog kapni pofont azért dögivel. Az beengedem, azok meg mehet. Aha. Ja, így. Bár lehet, azt se kellett volna beengedni. Még most belefért. Most még belefért. Na! Jó. Kopizd le mindenképp. Lassan jön majd a bandőtri. De Tália az most már ott veszélyes. Főleg úgy, hogy ott van az börzve. Igen. Az nagyon csúnyát tud most oda csapni. Kérdés, hogy van-e nála minimorf mondjuk? Hát igen. Azt tudja, hogy egy minimorf. Mondjuk őszinte lesz, hogy szerintem butaság volt előre kijátszani. Én tudom, megvártam volna, amíg behúzom vele ezt, és megölöm utána. Eltűnik, na mindegy. Hány unitunk fér ki? Még kettő, ugye? És egynek a helyére három, akkor az mehet. Nincs, ki kell tudnod végezni. Nem tudom kivégezni ebbe a körbe sehogy. Nem tudom kivégezni ebbe a körbe. Mindenképp le tud védeni. Miért nem? Grumpy ötöt üt, az ötöt üt, az fírszám. Három lapot le tud védeni. És fírszem ellen csak ezekkel... De abból egyetlen tudsz húzni. Poppy megjel bármi, nem éri meg konkrétan kijátszani. Hát szerintem meg kurvára, mert körbe fixen el fog verni. Miért? Mivel verre fixen? Nincsenek még lapjai, neki se. Kettőt le tudok védeni, börtbe tudok csinálni egy unitot. Igen, csak van lent egy mélyőr, és most van 10 monája, és tele a hely. Hát verje ki rá. Most ki fogja rakni az összes létező lapját. Verje ki rá. Most ha lerak lapot, akkor ugyanúgy tudok lapot rakni én is. Ragd le X-et. Szerintem. Overwhelm és szerencsére nincs, ez most elég beefy, és ha szarkofágok elkezdenek pusztulni, ez nagyon jó. Át tud alakítani, hogy hívják-e? Landmark-e? Meg amúgy Poppyt meg tudod dölni. Ha beáldozod az X-et, Poppyt meg tudod ölni. Bár nem biztos, hogy be kéne áldozni, inkább csak rakj elé valamit meghalni. Vagy megcsinálom azt, hogy ezt landmark-e alakítom. Az jó, az nem rossz. És akkor felugrik, így Z, X. Kérdés, van-e 6 Nexus damage-e? Lehet neki. Lehet, hogy én ezt most lejjebb leviszem. És mi lenne, ha burst-be elpusztanád az egyik szarkofágot, és beraknál még egy unitot védeni?
Így? Akár úgy, ja, megölheted azt nyugodtan, aha. És akkor ezt be tudod most rakni. A 2-2 el, és 3-at meg beengedhet, és így élőben marad az a unitod is. És meg mindig van pénzed, vagy manád a Unrebuilders-re. Még most tuti van valamije. Az két pofon kapásból, ha nem tudja megölni ezt az X-et. Arra most lesz izé, ezt nem kellett volna, geci, flokja! Á. Fuck! Oj, rossz helyre raktam be Zix-et, bazd meg! Oj, édes faszom, de hülye vagyok! Oh, na jó, hát... Ha flok, akkor itt ízbat, itt ízbat. Ha nincs flokja, meg vagyunk. Ja. Hát még lehet még egy párféle damage rá, de igen. Igen, flok az... Húz egyet. Jó, az jó. Az király. Jó. Szuper, az most ott az puszti dögivel. Sőt, szerintem itt most nyugodtan rámehet az instant attack, mert azokat nem fogja tudni levédeni mind a kettőt. És Zix-elé el. Ezt azt még kihúzhatod, persze. Az mert az elé így van, annál minél többet üssön be, abból egyet véd le, az... Az ott az. És mivel visszajött, nem tudja most már fogtál sem megölni. Bizony. Húha! Minimorf? Az igen! Flok? Még egy flok? Nem tudok ezzel mit csinálni. Nem tudsz ezzel mit csinálni. És ez került három, vagy izért? Ja, amúgy igen. Nem került szinte. Ez három mana ez volt. Ez három mana volt, amit csinált. Jó, azt el tudod még pusztítani. Már megvan neki a 10, majd el kell pusztítanod, de ez lényegtelen. Az, hogy impact lesz az összesütése. Meg. Amíg le tudok védeni mindent, addig nem baj. Mennyi? 5 darab unit? 1, 2, 3, meg 4, 7-et üt. Egy életed marad, ha mindent be tudsz védeni. Egyetlen egy. Bár le tudod szedni az egyiket izével. Hogy hívják? Az kap plusz 2-t, az pont nem fog impactelni. Nem csak az impactet is leszeded róla, a pozitív keyword-et is leszedi. Mi Poppin 2-es impact van, azt ne felejtsd el. Miért van? Mindenen kettes. Hát mindegyiken izé van, igen. Azért mondom, hogy a 4-eset kell, mert arról leszedi az impactet is, úgy. Egy. És így egy életed marad, ha minden igaz. Az 4, 5, 6, 2. Nem állunk jól. Orzenál! Ancient Hourglass. Baszik, a másik Ancient Hourglass. Még húzhatsz Arzenált a körbe is. Valamelyik csempünkkel, vagy Arzenál. Vagy egy... Nexus damage most neki, és nyert. Ja. Nagy kérdés, hogy milyen van. Igen. Meg hogy most mit húzunk. Mondjuk Zix az nem rossz. Ha van még egy minimorfia, akkor it is what it is. Várj. Alakítsd át. De miért? Nem, így se úgy se tudsz támadni, mert visszarakja a deket tetejére, teljesen mindegy. Hogyha most azzal nem tud mit csinálni, akkor az a kérdés, hogy melyik jön ki előbb. Mert ezek, az Zix, ezek. Az egy demény, de az Zix amikor kijön, akkor üt kettőt. Igen. De sorrendileg azt, fogunk haladni. Azt én értem, de akkor is ez a legjobb esélyed, ez az egy lapod van. Ha még húzhatsz olyan lapot, amivel tudsz valamit csinálni. Hát ez ellen már nincs, az a baj. Ez ellen már nem fog tudni mit csinálni. De ja, igen, ez a baj, nem tudod bal oldalra rakni. Még pont van 5 manája lent, márkra vagy a pókisztikre. Az most mit a 3 mana? Azt csinál, Márájjal csinálta. Márájjal csinálta.
Most izgulhatunk összeszorított seggyúkkal. Kell valami, kell egy... Nem. Két manája maradt, a két HP a kurva anyád! Annyi, hogyha ha az X később jön ki. Vagy hogyha most amellé a lemmel, mert instant támadott volna, nem tudtuk volna lerakni a lemmákot. Hát mindegy. Nem ez lehet mindig mindenbe fejezni. Így van, na mindegy, azért szerintem ez a deck amúgy kurva fáj, hogy szeretek fel játszani. Megizzasztottuk ezt az agrószat. Jó, mert mondjuk azért hozzáteszem, hogy 8-8-ot kapott arra a popira. Igen. Jó büdös picsába. Ja, meg kidobta az egyik late game win konunkat. Ja, kidobott egy arzenát, meg amivel simán megnyerhettük volna. Mert még mindig mondom, és ezt tudom, hogy kurva idegesítő, biztos vagy benne, de minden alkalommal elmondom, streamen is, meg itt is, de az Aluf Travelers egészségtelen. Egészségtelen az a teljes így mértékben. Azt a lapot ki kéne venni a játékból úgy, ahogy van, vagy reworkölni. Vagy 6 manára kell rakni, és 2-2-nek kell lenni a statjának. Valaminek történnie kell vele, mert az, hogy van egy 3-as, 4-es blokkul lapod, ami chump blokkol konkrétan bármit a kibaszott. Hát és láttátok itt is, hát nem tudtuk megölni ezt a kurva lapot. Kettőt lerakott belőle, és mind a kettő két kört kivírt. Tehát konkrétan nem lehet, 4 HP-je van a spelle, az alatt spellek, mivel 3-at üt a legtöbb ilyen normál sebző spell, azzal nem tudsz velem mit csinálni, ezen kívül pedig az egyik legerősebb lapodat a kezedben megfogja és kibassza. És úgy, hogy ez nem spellként jön ki. Vagy ja, jön, nem megállítható. Mert még az esélyemben van legyen arra, hogy még húzzak két lapot, vagy húzzak egyet, vagy valamit csináljak. Bőrzben, handbuff, vagy akármi. Ja. De nem, semmi válasz lehetőséged nincs arra a lapra. Igen. Az Aluf Travelers, amikor megláttam is rosszul voltam már tőle, amikor a bemutatók jöttek, de itt meg aztán elmegy a picsába. Na de mindegy, ez lett volna a tárgyas nekünk. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok.